Március 22-e már 1994 óta a Vízvilágnapja. Ebből az alkalomból nyílt kiállítás Nyíregyházán, amely Széchenyi István munkásságára és a 170 éve indult Tisza szabályozására, valamint annak jelentőségére emlékezik. A tárlatra több megyei és országos közgyűjteményből kaptak emlékeket, így például a Duna Múzeumtól és a Magyar Nemzeti Múzeumtól is. Kettő dolog is, amihez kapcsolódik a kiállítás, ugye ez a Tisza szabályozásának az évfordulója, ami 1846. augusztusában kezdődött meg. Az első teremben ezt láthatjuk, ennek az előzményeit és néhány évbeli következményeit, tehát a szabadságharc és forradalomig jutunk el a kiállításban. A második teremben pedig kifejezetten Széchenyi Istvánnal foglalkozunk, ugye a Széchenyi születésének is évfordulója van, és a megyében és ugye az országban található kisebb tárgyakkal, esetleg iratokkal mutatjuk be az ő életét. A megnyitón elhangzott, a múlt eredményeivel és a jelen problémáival egységet alkotva lehet a jövő feladatait kijelölni. 1845-ben Széchenyi István bízta meg Vásárhelyi Pált a Tisza szabályozásának megtervezésére. A mérnök akkori munkája mai napig alapot biztosít a fejlesztésekhez. Ez az alapja, tehát akkor a szabályozási tervek alapján született egyfajta végrehajtás, és a mai munkáknak is ez az alapja. Nem véletlen, hogy amit az elmúlt évtizedben végeztünk és végzünk, annak a neve az, hogy Vásárhelyi terv továbbfejlesztése. Tehát teljes egészében azt a logikát követjük, arra építünk, épül a mai új tervezés és végrehajtás, ami akkor készült. A Széchenyire és a Tisza szabályozására emlékező tárlatot szeptember közepéig tekinthetik meg az érdeklődők a Nyírvízpalota második emeletén.